Még az Ó szép fenyő kezdetű karácsonyi dal is bugiba átültetve szólt kedden este a Szent István művelődési házban. Karácsonyi koncertre várták a jazz, swing és bugi rajongókat. A Tóth Gábor és Bágyi Balázs alkotta a Dr. Jazz duó lépett színpadra. A civil életben korábban sebészként dolgozó Tóth Gábor évtizedekkel ezelőtt cserélte a szikét billentyűkre esténként, és ha bár az idei évet saját elmondása szerint leginkább elfelejteni, művészi szempontból mégis tartogatott új kihívásokat a 2021-es év. Koncertekből ugyan kevesebb adatot meg ez évben, de az utóbbi hónapokban a zenésznek lehetősége nyílt a műhely munkára és a komponálásra. Nagyon sok karácsonyi dalhoz hozzányúltam, ezeket miután az utóbbi években bugival foglalkozom, ilyen bugi köntösbe öltöztettem át. Ezen kívül a saját más bugi számokat is fogunk játszani, meg egy jazzt, swinget, bluest, tehát egy ilyen színes műsort állítottunk össze. A formáció másik oszlopos tagja, a mindig meglepő zenei megoldásokat választó Bágyi Balázs sem zárja a szívébe az idei évet, de örül, hogy karácsony előtt lehetőség nyílt a fehérvári koncertre. 2021-ben ő is a műhely munkára igyekezett nagyobb hangsúlyt fektetni. Talán ilyenkor a több idő jut komponálásra, de aztán ugye ahhoz is az kell, ez pont a tavalyi leállásos időszakban vettem észre, hogy az embernek azért legyen inspirációja. De az inspiráció meg onnan jön, hogyha él, meg működik. Tehát az, hogy be van zárva egy lesötétített szobába, attól még nem biztos, hogy születnek maradandó és élvezhető zenei művek. Tehát valahogy ennek egyensúlyba kell kerülnie. Hát most nyilván olyan dolgokra tevődött át a hangsúly, amik addig is megvoltak, mint a komponálás, vagy például az online tanítás, tehát az korábban is volt, csak most ugye felértékelődött ezeknek a jelentősége. Egy biztos, az inspiráció hiányából a kedvesti koncert közönsége semmit sem érzékelt. Virtuóz szólók és jól komponált dallamok jellemezték az estet. A Dr. Jazz Duo pedig bizakodva tekint a következő évre. Remélik, többször találkozhatnak majd személyesen is a közönségükkel.